az Zicsi családfáját azt nem lehet bemutatni, mert azt több napotban kellene, hogy végignéznénk. A Gudenusz könyvében úgy tudom 40 oldal van az Zicsiekről, csak a nevek cím és a többi. És a Nagy Ivánban 25 oldal találtam, mert ez nem mint táblázat, de jelentős része táblázat. Én meg nem vagyok történész, tehát én most valami olyasmire vállalkozom, amire vagy történész vállalkozik, vagy valaki egészen más stílusban mondja el. És én régen úgy gondolom, hogy a Zicsi család, mint az egyik legkiterjedtebb egyes vélemények szerint legkiterjedtebb nemesi főnemesi család, mindenképpen valahol nyomjelzői a magyar történelemnek. Tehát most egy családról lesz szó, amelynek a története meglehetősen régmúlva. Vannak után, de én 1270-re teszem az első dokumentumot. Különböző szerzők, van, aki 1260-ra, a Kótai Almanak, vagy 1304-re, de hogy ez az időszak, tehát én a következő évet tartom a 750 éves évfordulónak. Én nem emlékszem. Most én valamire. És persze egy család szereti a történelmét a dokumentumok elé is visszavezetni. Egy kicsit hasonló történetet szűrtek, ami tényleg egy mese, hogy ugyanúgy, mint a Hunor és a Magor, őket is a Moetis, vagy hogy hívják, folyón keresztül, vagy lápon keresztül egy szarvas vezette, és ezért szarvas a családnak a címere. Szarvas a gancs, középen egy keresztel. Na most a szarvas a gancsot tudjuk, hogy ez az ősi címer, hogy a kereszt mikor került bele, ezt nem lehet tudni. Lehet, hogy ugye a 14. századnál jár. Nekem még utána kell mennem, de a kezemben volt négy ékszer, egy püspöki pecsétnyomó, vagy apáti persze püspöki pecsétnyomó, egy nagyon egyszerű, de színaranyból levő gyűrű, még egy pecsétnyomó, és azt hiszem összesen négy darab van, ezt néhány évvel ezelőtt találta meg egy olyan fémkereső ember, aki hivatalosan keresett, tehát akinek engedélye van, és egy-kettő ilyesmi, ilyen ismerek. Tehát 1270 elé, ha visszanézzünk, arról nincs papír dokumentum, illetve pecsétes dokumentum, illetve pergamen, hanem ehelyett, amit tudunk, hogy ez a fajta címer, ez a mostani Magyarországon, tehát a Csonka Magyarországon összesen egy darabban ezen kívül, és az nagyon kelet Magyarországon. És még egyet, több szerző megemlít, hogy a családnak az első előneve az Gyárai volt. Gyára pedig a Csonka Magyarországon nem létezik, csak Erdélyben. Tehát ami valószínűsíthető történet, hogy valahonnan Erdélyből jött át a család egy része, aki kapott birtokot, Zajkon, ez a Letenye fölötti település, Letenye voltam, de Zajkon nem tudtam fölmenni, mert hivatalosan voltam ott. A másik pedig Zics. Most nem egészen véletlen folytán, én minden hétvégén, hogyha a Somogyban vagyok, akkor Zicsre megyek templomba, és feleségemmel ott kötöttünk házasságot. Én viszonylag későn nősültem. Aminek volt egy furcsa történet, hogy katolikus rádióban csináltak velem egy életinterjút, ami 55 perc. Ugye a harmadik, 35. perc táján megkérdezi, hogy maga annyi mindennel foglalkozott. És hát utódok, mondom, azt mondja, be kell vallanom, utódokra még nem gondoskodtam, mert én nagyon későn nősültem. És egy késő vagy nem, 52 éves voltam, a feleségem 28-al fiatalabb, bátyámnak 27-tel fiatalabb a feleségem. Ami egy véletlen, és most esküdött egyébként novemberben, és idén lesz 80 éves. Hozzátartozik olyan régi titkárnője, akivel a barátságon kívül semmi kapcsolata volt, és neki a házassága szétesett, és aztán összemelegedtek, és felépítettek egy kis birodalmat gazdaságba, és a múlt évben a harmadik legjobb falu volt Magyarországon, egy teljesen modern környezetvédő, nem szántanak, hanem van valamilyen más talajforgató, és így tovább. No, ennyi a történet, tehát Zicsen házasodtam, odajárunk templomba,
van három szenzációs szerzetes, és egy ilyen nagyon-nagyon otthonos közösség, a templom kicsi közösség és a legtöbb idő Dezon templomban. Tehát amit tudunk, az Zajk és Zics, ezek voltak a családi birtokok. Az előnév úgy hangzott, hogy Zajki és Zicsi. A főnemesi ágnak viszont úgy hallatszik, hogy Vázsonkői és Zicsi. Azért, mert a Zicsi Pál, aki katona lett és kapott Vázsonkő és ott Veszprém környékén, Várpalota Veszprém környékén jelentős birtokokat, ő a testvére javára lemondott a birtokokról, és itt vált szét tulajdonképpen a középnemesi és a főnemesi ág. Pontosabban akkor még mind a kettő középnemes volt. Tehát volt a 13. században, lehetett már hallani a családról, a 14. században már komoly funkciókat viseltek, állami hivatalokban dolgoztak, illetve hát megyei hivatalokban főszolgabíró, alispán és egyéb funkciókat, jó néhány katona volt, közöttük volt apáca és volt jezsuita szerzetes is. Mondom, 2500 zicséről tudunk a történelembe, tehát azt még a Gudenzsú se tudja. Zics, Nágocs, ahol én most élek, jár, és azt hiszem 29 település volt a családnak a kezébe, tehát meglehetősen gazdag család volt. És hát a családból mindig egy-kettő vitte tulajdonképpen a birtokot és a többi állam. A középnemesi családból egy báró lett a Zicsi Ádám. Megvan az adománylevél latinul, nem nekem, hanem helytörténésznek. De hát arra még nem volt időm, hogy megtudjam, hogy miért kapta a báróságot, de nem volt gyereke. Tehát utána a bárói cím az nem öröklődött tovább. Ebből az ágból származik, hát egyrészt az Zicsi Ádám, aki nagyon sokat, aki a bároságot kapta, és ő sokat épített. Mi furcsa módon ma egy kastélyba lakunk, mégpedig egy kis kastélyba, 1720 négyzetméter, erre is 50 méter, meg arra is 50 méter. Hogy miért voltunk olyan marhák, hogy átvettük, annak külön története van, nem azért, hogy kastélyba lakjunk, és nem azért, hogy egy Zicsi kastélyba lakjunk. Hát nekünk tulajdonképpen igen-igen távoli rokonunk. Egyszer Zicsi Mihálynak a dédunokájával számoltuk, hogy körülbelül olyan 17 fokúnak a testvérek lehetünk. Aki abból a családból nagyon neves volt, az a Zicsi Ádám. Ha valaki járt Andocs Zarándok templomában, van egy csodálatos templom, a szentély az gótikus, és annak eredetéről csak azt mondják, hogy az angyalok hozták oda. A törökök megengedték, mert ott ferencesek voltak, és a törökök engedték működni a ferenceseket. Ezt jól tudom, én is ferences diák voltam, engem más nem akart hagyni. Lényeg az, hogy a Zicsi Ádám csináltatta ott a főoltárt, ami egy nagyon szép főoltár, hogy így mondjam, ő szponzorálta, és nagyon magas, hatalmas mellékoltárok vannak. Nyilván azért, mert a lengyel család, akiknek az egyszagú van a címerükben, mint a kornisoknak is, és a jó belső egy Zicsi oltár van Zicsi címerre, azt hiszem három lengyel, és van még egy valami. Ez egy csodaszép templom, jó akusztikával. Jóban vagyunk a plébánosról, bár nem annyira, mint a szerzetesekkel. Na, akkor eljöttek a következő, aki érdekes volt, hát az már a 19.-20. század, de maradjunk még ott a Zicsi Ádámnál. A Zicsi Ádám épített egy kúriát. Ez a kastélynak egy szelete volt, ez földszintes volt, és azt sem lehet tudni, hogy az első építmény az fából volt, vagy téglából. Én azt gondolom, különböző okoknál volt, hogy téglából volt, mert a falfűtés, régen falfűtés volt és nem kályák. Tehát bent a falba raktak tüzet, és az benne van a téglafalban. De hát ez csak az én elképzelésem, pontosan nem tudunk. Ez egy ilyen íves, földszintes, de jó nagy házuk, tehát 34 méter volt. Aztán később építette a Zicsi József az alsó szintet 1790-ben, ami egy 50 méter hosszú, alul végig volt íves, sek a nagyszobák,
ez egy sor, és 1832-ben építették rá az emeletet, és amikor a Rubidó Zicsi Iván elvette az egyik zicsi lányt, akkor építették rá 1930-ban a felső szintet. Én egy névjegykártyát körbeadnék, vagy kettőt, majd kérem őket vissza, mert ezen rajta van az épület. Egyet erről, egyet erről is beszélni a dolog. Tehát így keletkezett a Nágocsi kastély. A Nágocsi Zicsiek aztán ott is nyilván család darabolódott, szétvált. A Nágocsi Zicsiek voltak a leggazdagabbak, természetesen ők építették a templomot is, meg a Zicsi ősi templomot is. Az az érdekessége, hogy a Zicsi, a nemes Zicsi József és a főnemes Zicsi Ferenc püspök együttműködésben építették fel a templomot. Ebből a közép nemesi, de gazdag zicsi rétegről, ami ugye a megyébe nagyon jól betagozódott, és nem csak a megyébe, de elsősorban a megyébe. Ebből a családból származott aztán Zicsi Mihály festő. Én nem tudom, hogy járt, van-e valaki, aki járt Zalán. De a Zalai Múzeum a 19.-20. századnak az egyik leghíresebb és legreprezentatívabb grafikai gyűjtemény. A 19. század második felében két nagy grafikus volt, az egyik a Doré, aki a Bibliát illusztrálta, és másik Zicsi Mihály. És ezelőtt egy körülbelül 10-12 évvel volt Brüsszelben egy kiállítás, ahol kettő műveit együtt mutatták be. Én azt gondolom, hogy a Doré sokat járt, szentrikusan volt, az Zicsi Mihály az eléggé világi életet élt. Egyébként ő volt a cárnak a festője 40 évig, és a Grúzoknak nemzeti hőse, mert a Pávusz Vörös Lovak című kötetet ő illusztrálta. Ha jól tudom, már Georgiában most már szobra is van a fővárosban. Az ő családjuk Fiúágon kihalt, a dédunokája volt a Csicseri Rónai István, kisgazda politikus, és itt van egy érdekes történet. Ő 25 éves korában ő volt a háború után a kisgazdapárt, 45-ben a kisgazdapártnak a külügyi osztályvezetője, egy író, és egy nagyon értelmes ember volt, pár évvel ezelőtt 93 volt az István. És kap egy telefont Tabról, ami Zala. Van egy Zala nevű település, nem Zalában, hanem Somogyban. Ez ott Tab, mondjuk Zamárdi alatt délre. És kap egy telefont 45-ben, hogy az oroszok leszették a képeket, rakták egy szekérre, és elszállították Tabra. Miután neki szabad mozgása volt, ami kevés embernek volt, fölült egy ritkán járó vonatra, és lejött Tabra. Ő anyanyelvi szint, ez Zicsi Mihály felesége orosz volt, és Csicseri Róna István is anyanyelvi szinten beszélt oroszul. És bement a városparancsnok századoshoz, és közölte vele, hogy národjon százados elvtárs, ön tévedésben az oroszok egyik legnagyobb festőjének a múzeumát szeret. És a százados felrakadta a kocsira a képeket, és visszavitte. Úgyhogy így maradtak ott a képek, mindenkinek csak javaslom a megnézését. Amit nem nagyon szoktak tudni, hogy neki volt, de azt hiszem öccse, az Zicsi Antal. Az Zicsi Antal elsősorban író, újságíró volt, az angol nyelv és irodalom nagy tudora, későbbiekben akadémikus, de előtt el kellett menekülni Magyarországról, mert ő Kossuth barátja volt, még Debrecenben is követte Kossuthot, és ezért őt és el akarták ítélni feltehetően halálra, igyekezett eltűnni, aztán egy év múlva visszajöhetett, aztán lassan visszakapta a birtokait is. Ő is festett egyébként, de ő elsősorban irodalomban és tudományban az akadémiának levelező tagja volt. Nyelvészet, illetve irodalmi vonalom. Aki él még, az a ők unokájuk, Csicseri Róna István,
Amerikában a nagy sci-fi társaságnak, science fiction társaságnak az alelnöke, és híres ember odakint, egyébként pedig irodalom professzorot valamelyik egyetemen, nem tudom megmondani, hogy melyikben. De ismerem személyesen, nagyon kedves fickó, és van egy nagyon tehetséges, kicsit bolond nővére, kicsit szélsőséges, kiló bolond, úgyhogy mondjuk kint van a lovin, és van egy igen nyerő lova, ami sorra nyeri a versenyeket. Ő most már nem lovagol, de azt hiszem 50 éves korában egyszer leesett, és akkor nyakával komoly probléma támad. Hát ennyi a környezetünkről, mi eléggé odahaza vagyunk, és feleségem a múlt évben írt egy színdarabot Zicsi Mihályról, ami a történetet nem írt, azt egy regényből vette át, de 1848-at kiemelte és berakta Lózicsi Antóniának a férje kivégzése utáni monológiát. Egyébként játszik is, ő most kulturális közösségépítés vonalon dolgozik, én is körülbelül ezt csinálom 30 éve. Na hát akkor ezért nagyjából kivégeztük a középnemesi ágat. Amikor megérkezett a török, mert mi nagyon szeretjük a megszálló hadseregeket, mint az egész nemzet, hát minket is telibe kapott, és elmenekültek Zicsről, illetve Nágocsról. Egy, a Zicsi Tamást, aki Zajkon kezelte a birtokokat, őt elkapták a törökök, és elvitték üdülni Törökországba. 11 évre ott meg volt határozó, hogy 11 évre viszik el őket, és utána török megjelentés közölt, hogy visszavásárolhatják az illetőt váltságdíjat, mely váltságdíj mindig annyi volt, mint a család éppen teljes vagyona, vagy még ki tudják fizetni. Na, akkor utána az Zicsiek visszaköltöztek, és hát miután nem volt munkaerő, elkezdtek svábokat betelepíteni. Az Zicsi Ádám volt az egyik nagy betelepítő, neki két ügynöke dolgozott ki Németországban, úgyhogy a környéken nagyon sok sváb van, ami nagyon örülök, mert egyrészt jobban vagyok velük, vagy nagyon sokkal jobban vagyok, másrészt éppen holnap fog az egyik csempézni nálam, aki a környék legjobb burkolója, egyébként pedig hivatásos tűzoltó. De az apja is, azt hiszem, esztergályos volt, de kőművesként dolgozott, stb. Szenzációsan dolgoznak a svábok. A másik, tehát ez a középnemesi család még. Most, amikor a török eljött, akkor a Zicsi pár elkezdett harcolni a török ellen, és elég eredményes volt, ő lett Várpalotának a várkapitánya, majd Veszprémé, majd végezte, mint győri alkapitány. Tudni kell, hogy a győri várat nem engedték át a magyaroknak a Habsburgok a kapitányi szintet, viszont az alkapitány, ami egyébként altábor nagy rang, tehát az nagyon magas beosztás volt. Tudja valaki, hogy hogy halt meg Monte Cuccoli, a nagy hadvezér? Monte Cuccoli Győrbe halt meg, ment be a kapun és fejére esett egy gerenda a toronyból. Hogy most mennyire véletlen vagy sem, azt nem tudod, de nem a legdicsőségesebb halál egy hadvezérnek. És az Zicsi Pálnak a fia, tehát ő is altában, ő már altában lett, a fia az első István, volt az, aki először kapott bárulságot 1655, és azt hiszem 76-ban kapta a grófságot a három fiával együtt. Ezért a Zicsi Pált tekintik, aki még nem volt főnemes, a Zicsi Pált tekintik az összes élő Zicsi ősapjának. Egyébként volt egy családi találkozunk, azon 174 Zicsit számoltunk össze, aki a világból jönnek, aminek az érdekesége, hogy van egy lengyel ág is, amiről senki se tudott. A Zicsi István, bár országos altábornag lett, de nagyon hamar bekerült tulajdonképpen a Bécsbe az udvar mellé, és mindenféle, én ezeket a címeket nem tudom. Királyi kamarás, meg ez, meg az. Ezek nagyon magas címek, tehát ezek a miniszteri rangnak megfelelőek. Én nem tudom, hogy mi a csillagkeresztes, stb. Azt tudom. Meg az aranyapja
rendbe is ő bekerült, szóval ezekhez én nem értek. Ami viszont érdekes, hogy a fia aztán egy igazán nagy hadvezér lett, és meghatározó szerepe volt Buda ostrománál. Ő volt, hogy foci kifejezés érnek a söprögető. Nagyon sok embernek saját hadserege volt, neki is, és ő dolga volt az, hogy a muníciót, az élelmiszerellátmányt, katonai csapatokat távol tartsa. Erről van 132 darab levél. A levéltárban én egyet olvastam el, ami egy könyvben, a Buda ostrománon megjelent könyvben benne van. Ő aztán, és volt egy megállapodás a császár, ez bátyám mesélte, hogy ami területet visszafoglalnak, az az övé. Csak hát persze parlok, stb. Is meg kell művelni. Ezért volt aztán a család betelepítés. És hát Visegrád az nem, azok nem svábok, hanem azok osztrákhoz közeli népcsoport, de a Dunabogdánytól Óbudáig a betelepített svábokat az izsiek hozták. Azt szerettek a németek idején, mert földet kaptak, bizonyos szabadságot kaptak, 3 évig voltak rökhöz kötve, de általában ott maradtak. Az Zicsi István, tehát a második István, aki szintén altábornagy volt, ő ezek után megvette Korvin Mátyásnak a várkastélyát, ez az a bizonyos Rámbéki főiskola. Ez egy 20.000 négyzetméteres terület, én majd minden szobájába jártam, mert a főiskola leégése után furcsa módon én kaptam meg, nekem kellett felépítenem az újra a gazdaságot. És én voltam a főnök és egyetlen beosztott, de aztán is sikerült ügyesen gazdálkodni, úgyhogy elindult ott az élet. Én egyetemet akartam oda vinni, és tárgyaláról voltam a Pannon Egyetemben egy vidékfejlesztési szak létrehozásáról. Na, ott a Zicsi második Istvánnak volt a fia, a Péter és a László. A Kiscelli Múzeum, a Kiscelli épület és templomot ők alapították, és ott van az a híres Mária szobor, ami állítólag a bécsi másolata, de vannak olyan sejtések, hogy nem biztos, hogy ez a másolat. Lehet, hogy az eredetit elhozták, és ezt ott hagyták, ezt nem lehet tudni. Nekem volt és van némi közöm az Óbudai Múzeumhoz, hát nekik a zicsiek az egyik fő téma. És egyszer ránéztem a falon, volt egy kinagyított szemmetszet. Végignéztem, hogy megdöbbentem, hogy a Kiscelli, hát a múzeum, meg a templom, meg hogy ott van a Péter Pál templom, aminek a 1000 éves plébánia, aminek a török utáni újjáépítését az ottani szicsiek csinálták. És hát mellette van a Zicsi kastély ott, ahol az önkormányzat van a főtéren Óbudán. Tehát ha jövünk az Árpád híd templomról, jobbra fordulunk a Szentendrei útra, az az ív zárja be tulajdonképpen ezt az egészet, sajnos még mindig el van hanyagolva, de azért egyre több funkciót kap. Most döntően az önkormányzat használja ideiglenes jelleggel. Ezt a második Zicsi Istvánnak a fia volt a Péter és a László. A László az katona volt és valahol Franciaországban meghalt valamilyen ütközetben. A Péternek a fia volt a Miklós. A Miklós építette ott a főtéren levő templomot, nem templomot, a főtéren levő kastélyt, ami egy hatalmas kastély. Neki volt egy kislánya, aki 4 éves korában Pestisben meghalt, Zsámbékon ezért van egy pestis szobor. Egyébként büszke voltam, mert a névjegykártyám úgy nézett ki, hogy Zicsi László, Zicsi Miklós tér. Most meg úgy néz ki, hogy Zicsi László ügyvezető, Nágocsi Zicsi Kastély Kft. Még olyan véletlenek, vagy nem, nyilván nem teljesen véletlenek, én sosem akartam kastélyba lakni, ennek egészen más a célja, ha kapok időt maguktól, azt is el fogom mesélni. A Zicsi Miklós nagyon művelt volt, és volt egy saját operaház a kastélyban. És az zenészek között ő volt az egyik hegedűs. Amit emlegetnek, hogy akkor, tehát azt jelenti, hogy a 18. századnak az első részén,
volt egy orvosi, hát hogy lett ott üvegház, hogy csinálták, nem tudom, de minden esetre narancsot termesztettek télen is. Az egy igazi főúri lak volt, jó új moskapásban, meg nem mondom a feleségét. Amikor az Icsi Miklós meghalt, akkor a Grassalkovics elperelte tőle a kastélyt, de nem csak úgy ellökte, mint az AVH, hanem fizettek is érte. Volt egy megállapodás, hogy ő aztán 15 ezer pénz, azt hiszem akkor korona volt, nem tudom, akkori pénzegységet kap, és azt hiszem a várba költözött föl. És ezzel a Habsburgok nagyon rosszul jártak, mert nagyon magas apanást kapott. És 93 éves utáig jött. Úgy rendesen megfizették, mondom, ez ugye a 18. században. Tehát nekik nem volt tudjuk, a kastély az átszállt az államra. 1848 körül a katonaságnak a ruhatára volt benne. Egyszer Bona Gábor hadtörténész professzorral tartottunk egy előadást, egy kis délutáni konferenciát csináltunk. Az Icsi Miklósnak azt hiszem a bátyja volt, Zicsi Ferenc, aki pap volt, és rögtön be fogom mutatni az illető urat, és meg a ő Győr püspöke volt, hiszem 1743-tól 1783-ig, tehát 44-ig volt, és ő főispán is volt. És én nem tudom, hogy hány száz templomot építettet föl, de 300 már többet, vagy felépítettet, vagy renováltatott a török után. Hát ő volt a templomépítő, és Mária Teréziával annyira jó volt a viszonylata, hogy a mise ruhájának, azt hiszem 20 éves misiére, ünnepi misiére Mária Teréziáig személyesen dolgozik a hölgyével, imezték a palástot. Illetve a címereket, tehát azt valószínűleg Mária Terézia személyesen is, ezt rögtön körbe fogom adni. Sőt, én ezt körbe adnám, két darab gemkapocs van benne, de a szélén raktam, de sértsen meg a könyvet. Az egyik a nem éppen világszépségversenyre való Zicsi Ferenc. Egyébként neki volt egy osztrák zenésze, zeneszerzője, aki ezt átköltözött ide az öcséjéből bátyához, Bécsbe. Ott van egy másik gemkapocs, és a másik gemkapocsnál viszont, és ezt majd le kell itt szedni, amikor nézegetik, mert itt vannak az, annak tulajdonképpen az instanciák. Tehát itt vannak a mise eszközei, és itt van a gyakorlatilag a mise ruhája. Mai napig őt tartják Győr történetén, legnagyobb püspökének. Egyébként amikor ő püspök volt, akkor Szombathelyi Egyházmegye is ide tartozott. Jönnek ott körbe. Na most hát nekik nem volt gyerekük, de az Icsiek meglehetősen szaporák voltak. Jó nagy család volt. És akkor itt elő kéne szednem a hírességeket, talán a következő a az is, nézted a... Igen, megmondtad, akkor nem. Érdekes, hogy egyszer meghívtak egy barombát megnyitni az Icsi palotában, most házasságkötőterem. Az egy érdekes volt, nagyon szép barombák, ezért körülbelül 20 éve volt. Következő, akit meg kell említeni, az Icsiek közül talán a legnagyobb, az Icsi Károly, aki nagyon magas posztokat képviselt, én azt gondolom, hogy a birodalomnak. Ha jól néztem a címeit, akkor ő pénzügyminiszter is volt, és aztán ő kapta meg az országban a harmadik legnagyobb rangot. Felajánlották neki ugyan a nádorságot, de azt mondta, hogy a császárral szembe ha egy magyar főnemes nem tud szembe helyezkedni, tehát annak Habsburgnak kell lenni. És ő lett az országbíró, és nagyon sok mindent csinált. Ők Pozsony előtt Oroszváron, az a kastély az övé volt. Na, aztán az ő fia volt, a
hogy hívják, Crescenciának, aztán Széchenyi későbbi feleségének az első férje csak meghalt. Mármint, hogy a férfi. Ja, aztán olyan érdekes, én a reformikor elejéről olvastam egy naplót, amit magyarra lefordítottak és rövidítettek Zicsi Adélnek a naplóját. Azt a lelkesedést, ahogy az országgyűlés gondolkodik a reformokon. Ő volt a három lány közül a legidősebb, Keglevics férje, és ami nekem nagyon érdekes, hogy az ipar, hogy ők ipart építettek valami vegyi gyárat, gondolom mezőgazdasági vegyi gyárat építettek, valahol nem tudom a település. Egyébként a magyar főnemesség meglehetősen erős szerepet játszott egészen furcsa módon a magyar polgárosodásban. És megismertem, mert kétszer találkoztam egy Teveli Arató György nevezetően 32 éves történésze, aki nagyon jó előadó és törökkoros. És múltkor láttam az interneten egy beszédét, talán tavaly március 15-én, hogy a magyar nép mennyire, hogy olyan közel voltak egymáshoz, és mennyire egységes volt a társadalmi akarat. Nagyon érdekes. Én újságírok, jóval 300 cikk fölött vagyok, és egyetlen egy betűt javított, egyetlen egy szót javítottak a megjelent cikkeibe, és egyetlen egy újságcikket nem hagyott megjelenni a véleményrovat vezetője a Magyar Nemzetben. Egyszerűen vélemény különbség volt, mert ő azt mondta, a Magyar Nemzet széthúzó, én meg azt mondtam, hogy a Magyar Nemzet összetartó. És ennek tudok egy-két példát mondani. Köztudott, hogy a 1848-49-es tábornokok nagyon sokat veszekedtek egymásra. És van a téli hadjárat története, amit én csak egy Magyar Nemzet cikkből ismerek, ahol az a furcsa dolog volt, hogy két magyar hadsereg között volt az osztrák sokkal erősebb volt. És ez a hadjárat megnyerhetetlen volt, mert a két tábornok között nem működött az üzenetküldés, nem lehetett átlépni. És ennek csak egy megoldása lehet, hogy annyit veszekedtek életükből, hogy pontosan tudták egymás gondolatait, és ebből egy más stratégiája. Ez volt a sikeres tavaszi hadjárat, ami hát még nagy hóba kezdődött. Azt hiszem, akkor oda Braniszko is a csatra, nem tudom. Pontosan lényeg az, hogy én ma is azt gondolom, hogy a magyar sokat vitatkozik, de minden sokat vitatkozik, azt jelenti, hogy gondolkodik is. Ezt a képességét ugye megpróbálták belévelni és szétverni, de azért valami még mindenképpen maradt. Ez meglátszik a gazdasági gondolkodásmódon. Én ilyeneknek a fejlesztésével foglalkoztam életemben. Én nem tudom, hogy melyik szerzőnél olvastam, hogy tulajdonképpen a reformkornak a nagy vitái azok a Zicsi Antónia és a Zicsi Karolinának a szalonjaiban zajlottak le. Az érdekes volt, hogy az unokatestvérük, a szemelsőfokú, volt a Metternichnek a felesége. Ez egy ilyen érdekes ellentmondás. Egy igazán konzervatív, vagy mondjuk a család konzervatív volt, az a Zicsi Ferenc volt. A Zicsi Ferenc, és annyi Ferenc van, hogy nem igazodom el pontosan közöttük. De a Zicsi Ferenc az nagyon konzervatív volt, és nagyon ellenezte a főleg a szabadságharcot. Most ahogy én olvastam, nem olyan sokat, de ahogy olvastam, az nyilvánvaló, hogy a zicsiek a kezdetén a forradalmat maximálisan támogatták. Ahogy Széchenyi István első nap belépett a nemzetőrségbe, a küzdelmükben, amikor Jelasics betört az országba, a küzdelmükben két fiatal, a Zicsi Béla és a Zicsi Ferenc a csatákban meghalt. A Béla azt hiszem 23 éves volt, a Ferenc se sokkal több. Ez egy másik Ferenc persze. A Zicsi Lipót olyan hősiesen csatázott, én nem tudom, hogy melyik mezőn,
hogy Görgei két rang emelést, az ezredesek nevezte ott helyben is azonban, ő végigharcolta a szabadságharcot. A Zichy Manó azt hiszem még a világos után is harcolt. Ő ott Komárom környékén volt, ő nagy volt, a Lipót az ezredes volt, de a család aztán, amikor már közel került a trónfosztás, akkor a főnemesek jelentős része visszavonult. Borzasztó egyszerű a dolog. A magyar főnemes kötelességgel tartozik a királynak, mint ahogy a király is kötelességgel tartozik a főnemességnek és a nemességnek. És ez a kontroll évszázadokon keresztül megvolt. Ha jól tudom, és itt gondolom, hogy néhány ember van, aki a történelemben sokkal jobban otthon van, mint én. A Jus Murmuris, a mormogásnak a joga, ez évszázadokig nem volt. Tehát Magyarországban a belső függetlenség az nagyobb volt. Még egy dolog, amit a Tompos Lillának egy előadásán hallottam. Ő mondta el azt, hogy a világosi csatavesztés után a Habsburgoknak az egyik legnagyobb baja a nőkkel volt, a nemesekkel, nemesek és főnemesi nőkkel. Ugyanis a tilalom ellenére sötét ruhába jártak vasárnap, misére. Vagy sötét bordóba, vagy feketébe, holott az tiltva volt. És ez együtt tartotta a nőket és a nemzetet is ezen keresztül. Egyébként nemes küldi a török feleség, tehát Mohács utánról ugyanezt mondja, hogy a férfiak nagy része ott veszett a csatamezőn. De a nők átvették tulajdonképpen az irányító szerepet. Én itt nem mennék tovább, mert minden, amit tovább mondok, az már gyengébb lábakon áll. Én inkább tulajdonképpen az egész elmondásban ismételve, hogy a saját családunkat mint egy ilyen nyomjelzőként tekintem a magyar történelemben. És én általában folyamatelemzéssel foglalkozom. Általában tényleg ilyen elég széles körben. És én azt tanultam meg számomra gimnáziumban, a gimnázium létezett, tehát ki voltam tiltva az ország összes középiskolájából. Nem nagy dicsőség, mert 15 ezer voltunk kitiltva az állami jogból. Aztán persze a egyházi jogból sok jelentkező volt, ezért jó volt. Ezért is jó volt a színvonal. Szóval, hogy ja, nagyon jó történelmi oktatóik voltak, tehát én nem történelem szakosodtam, hanem fizikus lettem végül. Na akkor, tehát volt akkor a reformkor, utána jött az ellenállás, és azért az Zichyék eléggé meghatározóak voltak, persze nagyon sokan mások, tehát nincs kiemelt szerepük. A létszámuk viszont nagy volt tulajdonképpen a kiegyezés utáni helyreállításban. A szabadságharcról még elmondanám, önök nyilván mindannyian ismerik a kőszívű ember fiait. Na, az öreg Baradlai volt a Zichy Ferenc, a Zichy Ödön pedig, a Baradlai Ödön pedig az a Zichy Ödön, mármint hogy az ők apám. Jóka így van, és amikor kiderült, hogy ott névcsere van, és valóságban volt névcsere, hogy névcsere van, akkor ezt felhasznált a sztoriként, és ebből írta meg a kőszi ember fiait. Ez Jókai által is meg le van írva, ez a névcsere. Egyszerűen a 19. század közepén az Edmundot, azt Jenőnek fordították, és nem Ödönnek. És utána a kettő megfordult. De ezt a családban is így fordították, úgyhogy nekem van adománylevelem, eredeti kézzel írt, adománylevelem, amelyben Zichy Domokos, a Zichy Ödönnek, az öccse, aki püspök lett Veszprémbe, ő az unokaöccsének, aki szintén Jenő, a Zichy Jenőnek, még mint Ödönnek adományozza azt a birtokot, amit a Jenő megkapott. A hárman voltak testvérek, a Zichy Ferenc második házassága, összesen 16. Második házassága voltak testvérek, a legidősebb volt az Edmund, akit
zöldnek fordítunk, az öccse volt a domokos, aki püspök volt, és nagyon, majdnem azt mondom, hogy mikor a vallásos előadok. A Jelasics Veszprémbe betegült csapatai úgy megverték, hogy utána lemondott a püspökségéről, és visszavonult, és csak a vallás terjesztéssel foglalkozott. Nem mondják még az ügyéket? Azért. És az Edmundnak az öccsék a jelölt végezték ki a Csepel-szigeten. A nagyapám szerint azokat a bizonyos röpiratokat az olasz inas rakta be a hintóba, aki viszont spicli volt, tehát be, rá volt építve a család, ezt tudjuk, hogy a magyar főnemesi családokra rá voltak építve. Inasok, ez az a... A Zicsi domokos, itt a Zicsiek vettek egy nagyon nagy birtokot. Én azt gondolom 50 ezer hektár körül, nem 50 ezer kataszteri volt körül itt. Ez éles utánban Gékény van, Gékény vagy valami ilyesminek van írva. Tehát a Nagyváradról megyünk Kolozsvárra. Ott van oldalt, először van a van élest, élesten van egy éles sarok, fordulat az útba, azelőtt van a Betlen kastély, az ő kapámé volt, illetve a nagyanyáméké. Nagyanyám volt, két nőtestvér volt. A másik oldalon pedig, odébb pedig nagyanyám becskére lakott Zicsildön, aki 13-ban jelentős birtokokat kapott, jelentős részét eladta, és épített két kastélyt. Az egyik látható, a Nagyváradról megyünk, bal oldalt van egy nagyméretű neobót kastély, ami háromszintes, de igaz, van egy nagy földszint, van egy emeletű rész és van egy torony. Egészen szép kastélyt megpróbáltuk visszaszerezni, de mindenféle más dolog volt, úgyhogy egy román család kapta meg, de nem törődnek a kastélya. Zicsi Jenő, aki nem az agyon lőtt Zicsi Jenőnek a fia, hanem a Zicsi Ödönnek. Na most az Ödönről még mesélnék. Az Ödön a történtek után, miután az öcsét agyon lőtték életének nagy részét, bár nem kizárólagosan Bécsben élt ele. Volt egy, ott van egy nagyon hosszú utca, a Gräfin Zicsi Strasse, akit Gatterburgnak hívtak, és félig orosz származású volt, Odeszkati. És ő ajándékozott egy gimnáziumot a piaristáknak. És azt a hatalmas utcát, én egyszerűen nem végig, egyszer mentem rajta a kocsival, azt Gräfin Zicsi Strassénak hívják. Na most a Zicsi Ödön ezek után kinnélkedésbe a műcsarnokot, 80 szponzorálták és építették a bécsi bűcsarnokot, és most volt ott egy kiállítás, ez már a Biedermeier a címmel, ha lehet kérem, így fogják, hogy ne gyűljenek az üzemmotor. Őt úgy hívják, hogy az Emil. Ez 1843-ban Borsos készítette ezt a képet, és ezen a kiállításon Bécsben ott volt, de itteni tulajdonában, és hát ez 43 év, tehát az öcsének a megölése előtt történt vele. Beöltözött Emírnek, akkor mint olyan 20-valahány éves volt. És ez a kép egy híres kép, olyannyira, hogy most az angol nyelvű katalógusát, azt nem hoztam, hogy jó nehéz, angol nyelvű katalóguson a címlapon ez a kép szerepel. És én ezt körbeadnám, na ő az ő kapám. Az Ödönnek volt egy második Ödön fiam, és volt a Jenő testvére. Az Orient Expressnek a létrehozásában meghatározó szerepe volt, és még egy csomó igazán nagy projektet kezdeményezett Zicsi Ödön. Bátyám azt mondja, hát Görögbőri Bécsben az olyan szerepet játszott, mint itt Széchenyi. Hát kár, hogy aztán döntően ott.
Én nem tudom, hogy melyik, az egyszer voltam Schönbrunnban, ott az egyik legnagyobb kastély az Zicsi volt. Ja, még a reformkorban a Zicsi lányok feltűnően szépek voltak, ami egy nagyon jó ajánló a Levélencsi családnak a terjeszkedéséhez. Én pápán tanítottam ezelőtt 3 évvel néhányszor, tudom én 15 napot, és az Zicsi Antóniának megnéztem ott a palotáját, ott van egy hatalmas Eszterházi palota, az hatalmas, és annak a közelében van Zicsi Antóniának, akkor már özvegynek a palotája. Én egyébként körülbelül olyan 30 Zicsi kastélyról tudok a világban. Egy-kettőt ismerek, egy kisebb részét. Ja, a nagyapám aztán ő volt a harmadik ödön, ő épített egy kastélyt Zárkányban, egy Somogynak a szélén van. Engem 40, vagyis a, ja, 51-ben nyarán ott voltam lent anyám szokásnője, egy családdal ma is jóban vagyunk. Tehát a gyerekek esküvőjére lejött most. Ja. És az ödönnek az apja, tehát a második ödön, aki részben kinnélt Bécsben, mint a fia az idősebb ödönnek részben Magyarországon. És hát itt van egy érdekes sztori, mert hogy ő építetett egy kápolnát, ami mondjuk egy kisebb templomnak bőven megfelel, és engem pár évvel ezelőtt felkértek arra, hogy mondjam el az Zicsi ödönnek a történetét. És megérkeztem, és kiderül, hogy ott ül 7 pap, beleértve egy apátot. És én ránéztem a polgármesterre, hogy polgármester. Ja, és akkor közölték, hogy én ezt a beszédet a templomban tartsam meg a mise előtt. És ránéztem a polgármesterre. Polgármester úr, maga ismeri ezt a történetet? Ismerem. Részleteiben azt mondja, igen, és a falu népe ismeri. Hát a fele ismeri. És én ezt mondjam el a templomból, Michel. Hát ami történt, történt. Hát az történt, hogy ez a második között, ez beleszeretett ott egy özvegyasszonyba. Hogy is hívni? Rögtön mondtam a nevét. Somsics. Egy Somsics nevű özvegyasszonyban. És hát az első fél halála után néhány évvel született egy gyerek, majd 2 gyerek. És második ödön, amikor meghalt a Somsics hölgy, akkor építetett emlékhelynek egy kápolnát. És a kínosabb az volt, hogy a Zicsi György születésének a 120. évfordulója. És amikor már elmondtam a beszédet, amit jó, teljesen föl van véve Kanizsai tévébe, hazaérkezem, mondom, hogy nekem valami nagyon nem stimmel. Hát kiderült, hogy ők a születésnapot a nagyapámét vették, és nem a dédapámét. Úgyhogy én sajnos tévesen mondta, a sztoria stimmelt, csak az ödön nem az első, hanem a második ödön. De a harmadik ödön nem engedte a második ödönt oda temetni a templomban. Van 2 fekete márványtábla, a hölgynek a neve pontosan rá van írva, hogy Gróf Somcsi, nem tudom milyen keresztneve, de a dédapámé nem került. Aztán dédapámnak kicsit rosszabb lett a helyzete. Ő nem tudom, hol van eltemetve, de aztán akiket eltemettek Betlen Oldár, Zicsi, stb. Az Ákányi templomban, azokra valamikor a 60-as években azt mondta a tanácselnök, hogy azok ide a kriptában nem hiányoznak, ha nem akarják, hogy kidobjuk, akkor vigyék, ahova akarják. Na most, mi nagyon szegények voltunk. Szóval akkor már nem mély személyegészségben, nagyon szegénységben, és anyámnak el kellett hozni. Úgyhogy mindenki ott nyugszik a Visegrádi temetőben. Tehát nekünk nem csak az élőket telepítették ki, hanem a halottakat is. Az a baj, hogy ezek a történetek nem különlegesek. Elkezdtem számolgatni, hogy hány ember volt érintett Magyarországon.
és millió fölötti, ha végig számolom a Donkanyart, a zsidók üldözését, a németek elhurcolását, amiről nagyon most már beszélünk, a vendekről nem beszélünk, a kulákokat, stb. Hát mi kicsit nagyobbat buktunk. De annak is fájt, akit a nágocsi faluból kitelepítettek, vagy összetelepítették. Még ma is érződik a különbség a Szlovákiából erre átdobottak, és azok között, akiket a svábok házaiba, sokszor csak a félházba betelepítettek. Az Icsi Udvarra mondták azt, hogy ő volt az utolsó magyar nábok. Annyira nem dicsérném, és nem tudom, hogy a világban hány vérszerinti rokonom van. Nagyanyámnak 7 gyereke született, nagybátyám még élő 94 éves. Ja, aztán jött a kitelepítés, anyám meglehetősen gazdag volt, sokkal gazdagabb, mint apám. Kidobtak minket Szlovákiából, természetesen nem volt hajlandó szlováknak hallani magát. A ponton hídon még bátyám majdnem beleesett a Dunába. Eljött szembe egy kocsi, és neki be kell szerencsére csónakba jutott, mert különben nem lenne bátyám. Akkor a Surdi, apám még volt a régi Zicsi kastély, a Surdi kis kastély, amiről nagyon keveset tudok. Életemben egyetlen egy fotót láttam róla. Aztán anyám, akkor rokonoknál voltunk, hát hol lehetett lenni itt Budán. És utána anyám a maradék pénzéből, mert hát részvények, neki főleg részvényekben voltak, a pénz nulla. Pillanatot lenullázott, nem csak a miénk, minden részvény tulajdonosé. Ezt kell megértenünk, hogy ezek nem egyedi sorsok. Egyedi történetek, de nem egyedi sorsok. És anyám vett egy Bauhaus-házat, ha valaki talán ismeri, a Pasarét mellett van a Napraforgó utca. És megjelent az ABH, anyámat, apját és anyját, apja külügyminiszter volt Betlen kormányában, Balkó Lajosnak hívnak. Elvitték az autót, de tehát mi nem voltunk rajta a listán. Mi lepecsételték a házat, és mi egy darab pohárnyi víz nélkül ott maradtunk az utcán. És hát akkor nem volt olyan veszélytelen egy zicsi gyereket befogadni. Na akkor anyámnak a régi szakácsnőjéhoz legyen egy csomagban, akkor ott voltam. De aztán az ABH-hoz mulasztás megfotolta, megírták a listára a három gyereket, felírták. Megjelent egy nő, az ABH-tól is közölte, hogy a gyereket viszi. A szakácsnő azt mondta, hogy a gyereket nem viszi. Óriási húzavonna volt, engem félrehívtak, hogy nehogy azt mondjam, hogy elmegy, és a többi. Annus végül is lejött velünk, és hát akkor 27 hónap ülés, és egyik előadást tartott főleg, ha nagyobb létszámban, ha megkérdezném az embereket, de önöket is megkérdezhetem, hogy kit nem érintett ez a folyamat, alig-alig akad ember, aki nem emeli fel a kezét. De valaki csak akkor döbben rá, hogy hát, beszélt a nagyapa. Szóval egy réteg tudatosan leginkább érintettek, de ez az ország nem tud, most kezd emlékezni, de nem tud emlékezni. Ja, akkor megérkeztünk az Alföldre, meg volt adva, hogy melyik ház, hogy kiknél kell laknunk, csak éppen szoba nem volt. Anyám, óriási szerencsék, hogy a parasztoktól, illetve kulákoktól a végrehajtók már az összes libát elvitték, mert volt egy üres helység, egy ibaul. Igaz, hogy egy fala nem volt, odajött a lókokróc, és hát akkor laktunk a ibaulba. Én csak ilyen nagyon éles képekben, amilyen a gyermeki emlékezet emlékszem, de hát azért a nővérem, a bátyám is. De néhány képen nem maradt meg a gyilkom. Bátyám mondja, hogy ment az iskolába, ami egy tanyasi iskola volt, 2x4 osztály, délelőtt, mit tudom, olyan nagyokat, délután a kicsiket. Én is ott kezdtem az általános iskolát, és hát laktunk egy limonba, és itt jön egy történet, hogy Hantor Zsuzsa, aki a fő kutatója ezeknek a folyamatoknak,
lehozott hozzám Nágocsa egy szintén kitelepített, aki mondja, hát az angol-magyar kereskedelmi banknak volt a nagyapám. Az igazgatója megmondtam, hogy az én nagyapám a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak. Szóval megjelent nálunk az ABH. És az anyámnak egyből megindultak a szülési fájdalmai, úgyhogy be a kórházba, apámat elvitte az ABH. Anyám megszült minket, kettőnket együtt, 3 kilós súllyal. Nem külön, együtt. Megmaradtunk. Azt mondja, hát anyámat 3 hét múlva elvitte a kórházba az ABH, minket ott hagytak. Azt gondolom, hogy igen gazdag tejkínálat, sokfélesége lehetett, és fél év múlva a gyerekeket is utána engedték. És akkor anyám meséli, azért egyik hónom alatt az egyiket, egy másik hónom alatt a másik az ikertestvénem. Anyám körbenézett és megkérdezte az ott lakókat, beengeditek-e a gyermekeimet? Egyhangú válasz, mert hogy a Libaholban volt 120, nem Libaholban, a Birkaholban 120 birka, és a két végén egy-egy kitelepített család. Ezek ma már olvashatók, nem egyedi történet. Úgyhogy, na akkor visszakerültünk, akkor jött Zelegény. Ezt Stalin halála után elkezdtek, megjött az engedély, hogy el lehet költözni, csak Budapestre nem, illetve eredeti lakhelyre sem, és akkor Budapest körül megjelentek a megkorcolt családok. Hát mi Zebegénybe kerültünk, még az is mély szegénység volt. Ja, hát a Libaholban ez úgy volt, hogy egyik nap zsíros kenyér sóval, másik nap zsíros kenyér kockacukorral. És akkor tudtunk jól lakni, amikor tavasszal madarak költöttek, és bátyám járt, és gyűjtötték, és estére mindig meg volt a rántotta, ilyen szép nagyadat rántotta. Olyan büszke voltam 5 éves koromban, hogy egyszer 11 fokoly tojást találtam. Így vittem haza. Aznap én kerestem meg 5 éves koromban a vacsorát. Ezek olyan büszkeségek, amikor volt a kárpótlásom, bátyám azt mondja, hogy figyelj, hát azok olyan érdekes idők voltak. Igaz, hogy cipője nem volt, és mezitláb járt a talón, meg ilyen apróságok. A kommunizmus túlélő táborában nagyon sokan meghaltak, vagy megnyomodottak, de aki az túlélte, annál jobb túlélő tábort az ember nem nagyon kap. Na hát én ebből éltem, nem tudom. Hogy állunk időt, a pillanat megnézem. Ja, most ez lehet jó. Kapok még időt? Ja, hát az Zebegényben az még... Nekem egy szó jellemző, hogy sivárság. Nem a családi életem, az nagyon gazdag volt. Sivárság. Jártunk fát gyűjteni az erdőre. Alföldön még a szedek, az olyan, ezek a szürkés, kékes szedek, ezek olyan jó ízűek. Egyszer szedtünk ennyit, illetve azt hiszem, hogy többször ilyen nagy alumínium teljes köcsökbe. Az valahogy túl lehetett élni nagyon nehezen. Mondom a korábbi fogorvosomnak, aki első fokonom a testvére, mondom, hogy te, nekem tragikusak a fogaim, hogy hát igen. Mondom, de hát a kitelepítés. Azt mondja, mit gondolsz nekem, miért rosszak a fogaim? Hát mert hogy rám nem tudták, nem hitték, hogy én túlélem a víz miatt. Mert a kút az úgy nézett ki, hogy két kútgyűrű, egy gémes kút, és ezek a hosszú, nagy favájuk. Abból ittak a tehenek, de ami a tehenekből kijött, az meg ment be a kútba. Úgyhogy én majdnem meghaltam, de hát az immunrendszerem az rendesen megerősödött. Úgyhogy ez a része jó a dolognak. Általános iskola, tízszer kellett váltanom, mert hogy történelem volt. Hát hol ide költöztünk, hol oda költöztünk, első fél évet 3 helyen jártam. Második az egy helyen volt, Zebegényben, a harmadik az 2 helyen volt, aztán jött 56, beköltöztünk, kiköltöztünk. Jártam iskolába, de elfelejtettek beiratni, az igazgató elfelejtette, pedig pártott minket, de valahogy. Akkor külön vizsga 5. be.
magától el egy negyed évig, szóval azért eléggé változatos volt, elég jó tanuló voltam. És igen becsületes tanárok voltak nagyon sok. Én nem emlékszem rossz tanárok, gyengére egy-egy, de... És akkor kiderült, hogy hát mi matematikában, amikor elvésznek járási versenyre, elhozva a második önnek, harmadik helyet, aztán Esztergomi Ferenceseknél, oda kerülettem, mert mondtam, minden állami iskolából ki voltam kiúfa, voltunk 15-esben, és hát ott nekem a matematika és a fizika, Frajka Félix Ferences osztályfőnököm, 86 éves korában van, ma is még néha itt vagyunk, elmegyünk a miséjére, Pasaréti templomba. Jó sokat veszek, mi voltunk az első osztálya, neveltük egymást, mármint ő minket, mi meg őt. Azóta is összejárunk vele is, amikor itt voltam Pesten, Tövis utcában jártunk föl. Van egy szenzáció, a prédikációiról van egy szenzációs könyve, és minden vasárnap a mise után nem volt keresztelő, mentünk be és beszéltünk a politikáról. Meg hogy mi van és hogy van a magyar kultúrában. Osztályunk egy része, akik közel laknak egymáshoz, Pilis Csabán havonta egyszer találkoznak, és hát a közös miség hol lesz, nem, ahol Budapesten. A bátyámnak 56-ban ki kellett vennie, mert esetleg útkaparónak felvették volna. Innsbruckba végzett nemzetgazdaság szakon, és két évig Ford ösztöndíjjal Bécsbe dolgozott, utána majd kikerült New Yorkba. Ott elment valahány hónapi könyvelőnek egy nagyon híres könyvelőcéghez, megtanult könyvelni, és utána az ENSZ-hez került egy projektgazdasági vezetőjének Indonéziába. Úgyhogy bátyám nem tudom, hogy életében hány nyelvet beszélt, azt mondta, már minden legtöbbet elfelejtette, ha jól tudom, 11. A második állás az ENSZ-nél, tehát a második pozíciója az UN reprezentatív. Ami azt jelenti, hogy ő képviselte az ENSZ-et ott, ő volt az első számú, amit az ENSZ-nél, de ott nincs nagykövet, nem nagykövetnek hívnak. Életében 20-valahány évet lehozott az ENSZ-nél diplomataként, azért nem kerülhetett még magasabb pozícióba, mert az oroszok pontosan tudták az Icsi nevet, bármelyik oroszok beszélt, azért tudták az Icsi nevet. Akkor másfél évig ő vezette az ENSZ-nek a afrikai misszióját, ő volt a főigazgató a segélyszervezeteknél. Utána kikérte őt az Európai Közösség, amit ma EU-nak csúfolnak, ha minden jó megy, nem sokáig. És akkor utána 90-ben hazajött Antalék meghívására, és itt volt a 29 FAR programnak, nem projektnek, programnak volt a vezetője. Többek között a kárpótlás számítástechnikai hátterét ő csináltatta meg, az állategészségügyi védelmi rendszer, stb. Nővédelem annyira akadályoztak, hogy egy évig munkanélkül volt, egyszerűen nem engedték, hogy munkahelyre menjen. Aztán bekerült ide, nagy nehezen a Műegyetemre műszaki rajzolónak. Azt csinálta egész életében. Ja, hát nekem nem sok esélyem volt, hogy egyetemre kerüljek, de én minden fizika versenyen részt vettem. Ez akár feladatmegoldások, stb. Úgyhogy. És aztán tanulmányi versennyel kerültem be felvételi nélkül fizikus szakra. Atomfizikából írtam a diplomunkát. Én középiskolában azért elég úgy a elitvédekhez tartoztam fizikában. Utána rosszul tanultam az egyetemen. Egyrészt most már évfolyamtársaim, hogy hát igen, állandóan piszkáltak. Ott a KISZ, de azért volt egy jó sztori. A fölöttünk levő évfolyam volt a mi évfolyamunk patronálója. És akkor jött ki a rendelet, hogy a munkás származásúakat támogatni kell. És végig nézték az évfolyamot, hogy ki munkás származású, és megállapították, hogy ez így. De hogy apám mit tudom, hogy valamik ilyen rendelőbe vérmintákat szállított ide-oda egy nagy bőrtáskába. Pont. Hát ilyenek vannak. Aztán elvégeztem a fizikus szakot. Egyetem második részén már sokkal jobban tanultam. És az volt a baj, hogy nem volt összeillesztve az a középiskola és az egyetemiek. Olyat kértek, amit mi nem tanultunk. És még össze akartam ezt, aztán nehéz volt.
és Pál Lénárnál, ha valaki ismeri, hogy hallott a nevét, diplomáztam, mert Pál Lénárt közölte, hogy ez elégséges, és Koressz László docens kijött örjöngve, hogy ez nem elégséges, de hát nem jó dolog a KGB egy hazai nagyfőnökénél vizsgázni, hogy hát teljesen mindegy. Aztán furcsa módon, akkor innovációval foglalkoztam, nem kaptam fizikus állást Kandón, és igyekszem rövidre fogni. Kandón lettem tudományos segédmunkatárs szerződéssel, bejött a tanszékvezető Laci, van egy tanársegédi állás, pályáz nekem. Hát ott ültem a vizsgánál, benne a főigazgatói titkárságon ült három tanszékvezető, akkor én nem tudtam, hogy kikülnek. Én szorongtam. Aztán hívtak, bemegyek, utolsó nevezem, ez Zicsi, Zébet. Behívtak, te vagy az, fel vagy véve. Akkor nekem már neve volt ott a Kandón. Másnap nagyon morcosan jön be a főnököm 9-kor. Mi van, Lajos, baj van? Igen. Akkor már sejtettem, ki rúgtak, ki. Pártitkár közölte Zicsi néven és egyháziskolában nem taníthatok. De na, akkor munkanélkül voltam majdnem 2 hónapig, és akkor bekerültem az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság irodájába, és én nem az élettörténetem akarom elmesélni, hanem annak a következményeit. Akkor az OMFB-be innovációval is rájöttem, hogy a legjobb feltalálók eredményei nem valósulnak meg. És akkor rájöttem, hogy Magyarországon az innováció oly mértékben akadályoztatott. Közben végeztem a pszichológia szakot kiegészítőn, aztán tanítottam az ELTE-n, ott az esztétit tiszta vált meg, tanítottam, vagy dolgoztam kutatóként az Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetében. Ott Pataki Ferenc, valamint a pártitkár tanácsoltak el. Megcsináltam egy kandidátus felvételét. Egy olyan témával, ami világhírű lett, csak nem csináltam, amikor engem kirúgtak, és akkor feladtam, és akkor elmentem vidékre, Salgótarjánba. Jó kommunista környék. Ma már nem az, és ebben komoly szerepem volt. Tényleg. És felépítettem egy alkalmazott pszichológiai laboratóriumot. Szenzációs asszisztensnőket kaptam, utána végezték a pszichológiát, és ma a megyében meghatározóak. És azt mondták, hogy főnök, tényleg nem kell lesz, mert ez mi, kiírtad a falról, hogy mikor szóljunk neked, ha baj van. Egyébként mindent letesztelünk, és fölvette 2000 tesztet, nekem körülbelül 30 emberrel kellett foglalkozni. Elhelyettem magyar ipar szerkezet vizsgálatával foglalkoztam, és én már 85-ben tudtam, hogy vége a szovjet rendszernek, és Salgótarjánban dolgozva 84-85, teljesen tisztán láttam, hogy így fog össze. Az egész iparszerkezet, a foglalkoztatás szerkezet, a térszerkezet így fog összezuhanni. És akkor azt mondtam, jó, hát ha összezuhan, akkor vagy polgárháború lesz, és óriási vérzivatal, vagy valahogy meg fog változni az országnak, most azzal kell foglalkozni, mi ez a módszertana. És akkor engem már kiengedtek külföldre. Főnököm, a személyzeti főosztályvezető, ilyen vallásos kommunista volt. És akkor már nagyon kedveltek, egyszer azt mondta, hogy olyan rendes ez a Laci, nem is baj, az Zicsi. Ezzel meg voltam dicsérve. És akkor kijártam külföldre, elvégeztem egy 3 éves California Santa Cruz University Franciaországba kihelyezett tanfolyamot, elvégeztem egy nagyrészt Magyarországon menő egészen speciális tanfolyamot, és megírtam abba a záró dolgozatomat, aminek az volt a címe, hogy Pszichodráma und Perestroika. Magyarul Gorbacsó megkérte a változásokat, én pedig elkezdtem változásmenedzsmenttel foglalkozni, azért lehetett volna kapni 3 évet. Na, innentől kezdve az én életem a magyar társadalom felépítése, változtatása, társadalom és gazdaság. 91-ben furcsa módon az első magyar csoportban dolgoztam 4 hónapot a regionálpolitika vezérigazgatóságon. A Bokros program napjáig, nem hát az Antal kormány idejének, szenzációs helyük volt, barátom valaki
igen tisztességes szoszden beállítottság. Bánlaki Pál, talán lehet, hogy valaki hallotta a nevét. A Bánlaki Pál ma is az egyik legjobb barátom. Mindig megállapodunk, hogy más az alapnézetünk, és mindig végig reményre jutunk. Vele felépítettünk egy hatalmas, de fél intézetet, felépítettünk egyetemi képzést, és én teljesen ráálltam vidékfejlesztésre. Nekem az agyom csak arra jár, és ezek után 52 éves koromban megnősültem. Feleségem, mivel foglalkozik, cselekvőközösségek, vidéki társadalom felépítése, és amikor kirúgtak a bokrosik, akkor azt mondtam, én ezt a témát nem, ennek az országra szüksége van, én ezt a témát nem adom fel. De hát hely kellett. És akkor a kincstári vagyonkezelő igazgatóság meghirdetett egy kastélyt, ami tiszta mértre se tudtam, hogy ez létezik. Nárocson, hogy Szicsi kastély vagyonkezelésbe kiadó. Na hát én marha fogtam magam, és beadtam a pályázatot. És amikor mindenki kiesett mellettem, akkor éltem egyik a legnehezebb éjszakája volt, hogy te bolond, minden, amit összeszedtél, azt el fogod veszteni. Ha már tudom, hogy nem fogom elveszteni, lehet, hogy nem fogom megélni a végét, de feleségem csinálni fogja. Rendelkezésemre áll egy kastély 1720 négyzetméterrel. Minden pénzünk erre, mert azt mondták nekem, hogy 50%-os támogatást lehet adni, hát a 10%-ot nem értük meg. Hát én azt a pénzt már beleraktam, amit az 50%-i, akár 30%-nél is. Hát ez egy nehéz küzdelem. 94-ben megjelent a Népszabadságban egy cikk a főnemesség jövőjéről. Hogy visszahozzák az uránbátyám világot, stb. Stb. Ekkora lett a fejem, és írtam egy kőkemény válaszlevelet, és két nap múlva megjelent a Népszabadságban válaszlevelem. És egyszer mentem vidéken, és jobboldalt látok egy nagy csalánmezőt, de olyan ekkora csalán, állam egy fejjel magasabb, és ilyen nagyon tömött. Hát itt meg mi van? Megálltam, kiszálltam. Hát, nagyon érdekes, ilyen négyszögletes, és akkor hát csípett, de így széthajtottam. Jé, ott egy tégla, jé, ott több tégla, meg egy lik, hát akkor ez egy pince volt. Ki lehetett? És akkor oda megyek a mellette levő gazdasági épülethez, át az istálló falán ki van rakva egy emléktábla, itt nőtt föl Szent Györgyi Albert. Hát a kúriát azt szétverték, az istálló az egészen jó minőségben megmaradt. És én tudtam, hogy a Kovács Arisztid világhírű, de Nobel-díjra nem javasolt. Szerintem, hogy pedig se javasolták. Kutattunk, mert hogy Kovács CH-val van ilyen záró a neve is Arisztid, ezért ő ugyan a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója volt. Na, ő 4 kilométerrel született ettől a háztól. Hát hol születik ma a vidéken a területileg a legtávolabbi vidékeken hol születik ma két olyan ember, aki Nobel-díjat is kaphatott volna, hogyha a kommunisták javasolni merik. Bevittem a Magyar Nemzethez és az Osztói Csárnás, aki a véleményrovat vezetője volt. Odaadom, elkezdi olvasni. Cigarettázik, rám se figyel, végén fölnéz, mikor hozza a következőt. És így láttam, és néztem, hogy borjúva az új kapura, hogy én írjak. Ma már több mint 300 cikkem van. Elég sokat, hát 6 évig voltam a Hír TV-ben, ha valaki emlékszik esetleg a Civil Kaszinóra. Ott havonta egyszerre. Elkezdtem politológiával foglalkozni, pontosabban politikai pszichológiával. 2006-ban azt a súlyos provokációt, amiben meg akarták támadtatni a zsinagógát. Amikor pénteken azt mondta a rádió reggeltől estig, hogy 100 rendőr őrzi a zsinagógát. Azt én szúrtam ki, és sikerült megtalálnom az utat, hogy megakadályozzuk tavaly előtt egy nagyon súlyos csíksomjúi provokációt, világot mellett volna vele.
csütörtökkel tudtam meg, hogy ez készül. Szombaton megkapcsolta a román rendőrség őket a provokáció előtt. Ez még videón fenn is van. Csak én nem tudják, hogy én tudtam, szóval nem akarom, hogy visszacsatolás legyen. Ja, a néha rádióba szoktam beszélni. Most is éppen fogok. És hát feleségem viszi az egészet tovább. Ő Munkácson született és nagyszülős, és nevetlen településen felnőtt. Kárpátaljai magyar, igazi magyar. 6 éves korába került át. Lett középiskolai tanár. Debreceni Egyetemen végzett, utána a Szegedi Egyetemre képzett budapesti képzésre mentálhigiénét, és ilyen tréning módszerekkel ők meglehetősen magas szinten tudunk, hát én nemzetközi szinten is voltam egy intézetnek a titkára, egy ilyen átintézet, egy egyesületnek a titkára, és egy sztorival zárnám a dolgot, ami a módszertanban a tekintés. 90-ben bevittek a Népjóléti Minisztériumba. Bánlaki barátom is ott volt, és a mi osztályunkhoz kerültek a cigányügyek. Most engem 85-ben től lehallgattak, mert a cigány értelmiség följárta a lakásomra, mert a Csoli Daróczi Józseffel összehavarkodtunk, és hát tudtuk, hogy baj lesz itt a cigányokkal. És hát akkor meghívtam a cigányokat, hogy gondolkodjunk erről. És 93-ban, 92-ben talán, mondom, Pali, csinálnék én valami jó kommunikációt. És a családpolitikai osztályról kiküldtük a következő meghívót a családsegítők vezetőjének. Idézőjel, kivastagítva a szöveg. És mit kezdjünk a cigányokkal? A minisztériumban hivatalos papíron. És megérkezett körülbelül 100 családsegítő vezető, valami megérkezett 50 cigány. És akkor a Pali barátom azt mondja, hogy Csulinek, te figyelj, én csinálom, én vezetem a legnagyobb cigánykutatást, de minél jobban belenézek, annál kevésbé tudom. Hát ezért hívtam két szakértőt, Csoli Daróczi József, illetve Fácsán is a Cigányi Fiskai Szövetség vezetője. Mondjátok meg, mi a felét kezdjünk a cigányokkal. Na most ez egy olyan provokatív helyzet, szenzációs, olyan kommunikáció alakult ki, olyan közös gondolkodás. Ez csak egy ilyen könnyen elmagyarázható példa ahhoz, hogy hogyan működünk. De ez a fajta tudás, hát sajnos most nem vagyunk annyira, most a feleségem kezd Somogy megyébe eléggé bekerülni a közélethez. Ő a cselekvő közösségek részvenős programban. Hát én meg idogatok és próbálom itt felfejteni a számokat EU ügyekben, és hál' Istennek sikerül belemenni olyan társaságokba, akik tényleg szakértők, és úgy benne vagyok. És bármikor tudok publikálni, egyetlen cikkemet, hogy említettem, utasítva. Ezt meg tudom mutatni, de úgy tűnik, hogy második kiadás lesz belőle, azt hiszem, 4 darab van, nekem is már könyvesboltokban nem kapható. Ez vidékfejlesztésről szól, eszék, politika, Magyarország története. Egyszer meghívta a vendégprofesszornak Lengyelországban 15-ben, ott nyertettem egy előadást a Magyarország kormánya és a kriminalisztika kapcsolatáról. A Vizovicki ügy, az olajbizottságot végigültem szakértőként, úgyhogy elég sok mindenben beleláttam. És hát ezeket próbálni adni, az embernek az élete rövid. Feleségem úgy tűnik, hogy folytatni fogja. És a Salgótarjánit a diákok. Köztük ilyen vallásos kommunistum, aki úgy szígyam a korás, hogy az én hülye. Az én beleláttam mindenbe, amit csináltak ez a Bordai Féltársaság, stb. Úgyhogy ott nekem sikerült egy csapatot, de új szemléletet mutatni. Most ők csinálják. Köszönöm a figyelmüket. Ezt követően, ezt is, és ha valaki érdekel, akkor ebből van eladó példája.
Ez egy riport, amit csináltak el, ki az ország, ki hatalom. 2010-ben jelent meg a választások előtt ez a riport. Ez így, amiket mondtam. Egyszer megszólalni legalábbis nekem. Nem szoktam ennyire hagyomítva érezni magamat, de az ilyen emberi sorsok azért ez nem egyszer részt végig, főleg ilyen. Úgyhogy kérdezem, hogy itt a hallgatóság részéről. Ez nem szert sorsok. Azt szeretném megkérdezni, miután engem a genealógia érdekel. Azt hallottuk, hogy a nagypapa Zicsi Ödön ki volt a felesége, hogy ezt tovább tudjam folytatni. Mert ott a Zicsi családfát. Na, akkor kezdjük lentről. Az én apám a Zicsi Aladár hívták, és hát ez volt a testvérek. A nagyapám volt a harmadik Ödön. És a felesége, a nagymama ki volt? Betlen. Betlen Mária. Jó, köszönöm szépen, csak hogy hova tudjam kapcsolni. Betlen éves lesz. Betlen Aladár keresse. Betlen Aladár élesben. Betlen kapja a hírséget ezzel. Zicsérket keresem, de nagypapa Zicsi Ödön. A dédpapa Zicsi Ödön. Az édesapja. Az már nem család. Az édesapja, Zicsi, az édesapja is? Nem, jó, édesapja is, az volt az első, mint a kettőt, jó? Az én, Zicsi Aladár. Aladár, jó. Úgyhogy ezen az ágon megtalálható a program. De most érdekes, mert a Zicsi Ödönnek a felesége, az felesége az Göteborg grófnő, az édesanyja a Olasz és Deszkáki. Az már megvan, csak a... És a 11. incepápa volt az ősünknek a bátyja. És a feleségemnek a telefonba vegyük neve Lucrecia Z. Borcsa. Lucrecia Zicsi Borcsa. És ez azért van, mert én életemben a feleségemet nem hallottam rossz nálnak, de olyan tű élesen fogalmaz, kicsit keserűen, sose rossz májú. 20 évben ismerünk egymást. Olyan élesen fogalmaz, hogy elkeresztettem Lucrecia Borgyának. Persze az évet itt oda rakva. Úgyhogy amikor rászorult, hogy Lucrecia, akkor ő belőle kijött ez a, mondom, soha rossz indulat nem volt. De kőkeményen és gyilkosan fogalmaz. Amit én nagyon szeretek egyébként, és egyébként a Borgyák is rokonok voltak. Hát ez a olasz. Köszönöm. Nagyon szívesen. Kaptam meg muníciót, ennyire gondoltuk az mikorot. És biztos, hogy a megjelenéseit a környezetben tudjuk mihez kötni, hogy ez mindenki az. Úgy néz ki, ahol legtöbbször írok, hogy ez elektronikus viság, Kaposvár most, tehát Kaposvár most, szenzációs kis média központ. Van rádiójuk, videófelvételek, van egy internetes napi újságjuk, és van egy nyomtatott reklámújságjuk, amiben minden mindig. A Senk Jánosnak kiadója van Németországban, ő Nyugat-Németországban jött, részben Siófokon még nem találkoztam személyesen, és őt, gondolom, ő finanszírozta hát, helyből az unokahúga vezetik, abszolút nem magyar érzelmi társaság. 28 településen lehet fogni az adásukat. Döntően zene, de nem csak. Most fogok beszélgetni május 26-áról. Ja. Aztán nemzetek közötti, ilyen kultúrák közötti kapcsolatban szerzetben dolgozom. Ez nem az, hogy olvasok, hanem cselekvően a programokon. Köszönjük szépen!